A 212 éves műemlékvédelem alatt álló templomtorony bádogjának cseréjére már szükség volt. Az elmúlt 5 évben több tatarozást is elvégeztek az épületen. 2016-ban a falak új szigetelést, 2018-ban pedig a templom sekrestjéje új tetőszerkezetet kapott. Tavaly a belső falak új vakolatot kaptak. Szeretünk ide járni, mert nekünk ez a második otthonunk, ez a hívőknek, az igazi keresztényeknek talán egy olyan hely, ahol megnyugvást találnak, és különösen ilyenkor ilyen szép ünnepre várva, karácsonyra, Jézus születésére. Én azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak az öröme, mindannyiunknak a boldogsága. Mellár József, a törökbecsei Assisi Szent Klára templom plébánosa elmondta, hogy a templom torony felújításának befejezését korábbra tervezték, azonban a munkálatok során több probléma is felmerült. Cseréltetni kellett az elkorhadt faszerkezeteket, be kellett vakoltatni a bádog körüli falazott részt, mindemellett pedig a fagyos időben lehetetlenné vált a bádog lemezek megfelelő hajlítása is. A törökbecsei templom torony javítása megkezdődött 2020-ba, és itten a téli időszak miatt elhúzódtak a munkálatok, de sikerült azután tavasz folyamán és nyár elején megcsináltatni a részbádogot, felszereltetni, és hát alatta is a fából készült szerkezetet is teljesen újat készítetni. A tervek szerint a jövőben a templom belső felújítási munkálatait folytatják majd. A bánáti település központjában lévő Assisi Szent Klára templom tornyában 4 harang lakik, amely karácsonykor ünnepi hangulatban mintegy 1500 törökbecsei hívőnek szól.